Sziasztok, jó reggelt Magyarország! És éljen a szabadság, ha már március van. Miért mondom ezt nektek? Mert a mai köszöntőmnek a mottója is a szabadság. Az a szabadság, amit nagyon sokan megpróbálnak elvenni tőlünk, de mi nem engedjük. Kemények vagyunk, és nem fogjuk engedni, mert nekem nem tetszik, ami van itt a világban. Nekem csak egy tetszik, itt ez a hely, ahol mi vagyunk, a mi világunk. Lassan ez az egy marad, ahol ki tudod mondani az igazat, ahol nyugodtan tudsz egymással beszélgetni. Mindegy, hogy mire akarsz szavazni, senkit nem érdekel, hogy most te éppen a Jobbikra, vagy épp a Szocdemre akarsz szavazni, vagy akármire. Mert nekem egy dolog nem mondja meg, hogy mit akarok csinálni, és ez a televízió. Elegem van a médiából, elegem van mindenből, ami a környezetünkben van, és azért állok most itt, hogy nektek is elmondjam keményen ezt a véleményemet, egy kicsit szokásosnál másképp lesz az az országigazgatói köszöntő, amit szoktam mondani, mert ezt most értetek teszem. Azért, hogy ébredjen ez a csapat, ébredjen ez az ország, ébredjen a Forever Magyarország, és ne hagyjátok magatokat. Bekapcsolod a televíziót, és mit mond? Miért kell neked a szabadság? Hova akarsz te utazni? Ja, Las Vegasba? Hát mutatunk egy nagyon szép képet Las Vegasból, vagy egy nagyon jó fotót, vagy épp egy videót. Megnézed, ugye milyen jó volt? Hát nem volt jó. Mi oda akarunk menni, mi élvezni akarunk, mi dolgozni akarunk érte. Ja, meg hát az egészség, beteg vagy egy kicsit, puk, már merre megy egy reklám, valami nagyon jó gyógyszer, szuper, és te meg fogsz gyógyulni. Igen, csak a májad szét fog menni, előbb-utóbb. Tehát elég volt abból, hogy nyomják az agyunkat ez a millió gyógyszer reklámmal. Láttatok már Forever reklámot a televízióban? Nem. Mit jelent? Le vannak fizetve. Gyerekek, az egész világ le van fizetve. Ne engedjük azt, hogy minket befolyásoljanak. Itt voltak például oroszok, ukránok. Gyerekek, 5 évet éltem Oroszországban, 15-öt Ukrajnában. Ugyan nekem ne magyarázza meg senki, hogy hogy működik ez a világ. Nekem megvan a saját véleményem. És nem érdekel, hogy ki mit mond erről. És sorolhatnék nagyon-nagyon sok dolgot a világból, amiben megpróbálnak téged befolyásolni. Ne engedd! Ne engedd! Mi vagy te? Egy szabad ember. Szabó Józsi, kérlek, állj fel! Mutasd meg magad a világnak. Egy nagy tapsot. Szabó József egy szabad ember Magyarországon. Magyar ember, szabad ember választott Magyarországon. A Forevert választja, és idehozta nektek egy életre, és ezt a választását adja tovább, és ti is legyetek szabad emberek. Senkivel ne foglalkozzatok. Jó érzés szabadnak lenni? Álljatok fel, tárjátok így szét ki a kezeteket, hogy szabad vagyok. Álljatok fel, egy kicsit mozduljunk meg. Így reggel, szabad vagyok. Szabad vagyok. Ordítsd bele a világba, hogy szabad vagyok. Ne engedjétek senkinek, hogy egy picit is azt akarja, hogy te megalázkodj. Még nagyon sokan közületek rabszolgatartó rendszerbe él. Én így hívom az alkalmazotti státuszt. Nem szebb. Ez egy modern rabszolgatartó rendszer. Legyél a saját magad főnöke, legyél a saját magad igazgatója,
a saját magad irányítója, és legyél szabad. És ami nagyon fontos, és most jön a jövő. Nekem 6 gyerekem van, és nevelem a gyerekeket. Tudjátok mire? Szabadságra. És nálam olyan rosszak a gyerekek idézőjelbe, amilyenek akarnak csak lenni. Hadd legyenek. A 6. után már tudom, gyerekek, úgyis felnő, ha nem basztatod állandóan a gyereket. Őszintén, hagyjátok a gyerekeket szabadon. Ha le akarja szedni a virágot, akkor hadd szedje le, hadd éljen már. 2 éves korára kialakul az a mentalitása, amit vinni fog egész éven keresztül, és a 2 éves korig engeded a gyerekednek, hogy szabad legyen, akkor ő 22, 42, 62, 102 éves korába is ezt a szabadságot akarja. Én ezt a szabadságot akarom veletek megélni, ehhez nekünk sokat kell dolgozni. Hajrá magyarok, hajrá Magyarország, mi vagyunk a szabadok. Sziasztok!